Igen, nagyon jó. Ügyesek voltunk. Még puskatöltényen nem tudom, hogy honnan lettek, mert én úgy emlékszem, hogy nem találtunk hozzá töltényeket. Hát, hogy elnézem, a kislánynak is ugye van saját íjja akkor. Ebből ezt mondtam le. Csinálunk egy közeli, meg egy távoli halálos bulit, és akkor így mind a kettőre lesz külön fegyverünk. Puska ugye a közeli, meg a bajta, és ez pedig a távcsöves, pedig a távoli, ez a pisztoly. Akkor menjünk, hát sajnálom, hogy nem tudtam oda bemenni, de sok értelme akkor nem volt ennek az exitnek. Most nem mondd azt nekem, hogy ezek a rossz fiúk még mindig itt vannak, mert azért elég érdekes lenne ez a dolog. Na, itt a garázs ajtó, gondolom, hogy ezt ki tudjuk nyitni. Igen. Jó, ezt fölvesszük. Egyébként fullon vagyunk mindenből, úgyhogy tudom, hogy a garázs ajtón menjünk keresztül, vagy itt menjünk keresztül. Mit ajánlanák magamnak? Hát akkor menjünk a garázs ajtón szerintem. Mert ugye itt... Hát... Eléggé nem érdekli, hogy milyen hangzavar csinál. De amúgy meg az van, hogy ugye az Eli nincs itt. Hát most akármi történhetett. Hát most lehet, hogy elment éppen vadászni, szóval... Most mi miért indulnánk el itt akciózni? Így kapásból, hogy fölkeltünk. Szóval értitek. Azért valami üzenetet hagynánk legalább a csajnak, nem? Jó. Hát ez egy eléggé nagy város. Ja, igen. Erre nézett a kislányot, nem? Erre a városra. Hogyha nem tévedek, de lehet, hogy tévedek. Ellie! Jaj, ne ordibálj! Jaj, ne. Nem leszünk itt jóba. Mindenkire fölhívod a figyelmet. Kiszellőztetjük a házat. Tudunk futni? Hát azért tud futni. De azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy akinek van egy ilyen hasi sérülése, az igazándiból nem nagyon tudna itt ordibálni meg. Hát pár nem futkorászni. Ugye nekem is volt vakbél műtétem. Csak egy kicsit keresztbe vágják a hasizmodat, akkor nem igazán tudsz bizonyos dolgokat csinálni, meg akkor se, hogyha nagyon akarsz. Eszméletlenül fájdalmas. Hát tudjátok, nekem hát nekem még a régi fajta műtét volt, tudjátok, amikor a Dr. Brinkman doktor így ketté vágta egy ilyen konyhakéssel az egész hasfalat, és úgy vette ki. Ugye most már azért eléggé jó. Hogy mondjam, műtétek vannak, most már csak csinálnak egy lyukat, max. Kettőt. És akkor úgy kiveszik a vakbet, hát régen ugye nem, régen ilyen hentes buli volt. Úgyhogy én azt még így megtapasztaltam, hogy mi, amikor így keresztbe vágják így a fél hasizmodat. Hát nem volt kellemes, na. Szóval utána azért kell egy jó hónap. Vagy kettő, mire eljutsz egy olyan szintig, hogy egyáltalán tudjál nevetni. Egy olyan szinten, hogy ne égjenek a hasizmaid. Na, mindegy, vissza a játékra. Csak így mondtam, amúgy ilyen unalmas kóbor. Ajaj. Na, hát ez mekkora csalás ez? Kérem szépen, hát ez mekkora csalás ez? Jaj, de nagy csalás volt ez. Hányan vagytok? 1, 2, 3, 4. Jó, akkor egy ilyet nyomjunk be. Ja, jó, azt hittem, hogy alapjáltal nem lehet sok életünk, mert ugye sérültek vagyunk. Jó, akkor mit csináljunk? Hova fussunk? Nézzük, oda befuthatnánk. Tehát fussunk oda a kocsihoz. Igen. Na, hát fuss el! Jaj, ne! Berci!
Nem mondod? Nem tudsz felfutni a patkára? Jaj, de rossz. És már most beszívtunk volna. Na. Where is he? Onnan ordibálsz. 60 kilométerre. Na akkor egy sniperes buli legyen. Na akkor legyen egy ilyen sniperezés. Ha se tudják, hogy hol vagyunk? Igen? Nem küldtük le. Nem mondod. De ők lelőnek innen, figyelitek? Nagyon viccesek vagytok, gyerekek. Hát ezt telibe kaptam a sniperrel. Nem mondod. Ezt elvétettem. Ezt is elvétettem. Jó, rendben. Mi nem leszünk így jóba, skacok. Nem leszünk így jóba, akkor ide beállok így. Na, ez nagyon gáz. Ez a célzás, Isten. Ezt már se bánom, hogyha előről kell kezdeni. Hát ez, jaj. Jaj, ne, gyerekek, ne. Ne fárasztok. Ne fárasztatok. Istenem. Nem tudom, hány ingerem van, komolyan mondom. Honnan jönnek? Honnan lőnek? Na jó, menjünk közelebb, mert ez így nem lesz jó. Jaj, persze, hogyne. Ők ilyen mesterlövészek? A hét mesterlövész? Találunk itt szembe? Vagy nem értem ezt? De rossz. Na ennyit erről. Hát ez nagyon gáz, gyerekek. Azt lelőttük. Hát ez írtórak nem jó. Na akkor menjünk oda át, én szerintem. Bár ott nem tudom, hova bújhatok. Oda az autó maggal be tudok rejtőzködni. Ugye? Ott is áll, egy sügér. Én izé beállásba, Billy Joe. Van nálunk valami? Igen, van nálunk egy ilyen. Jaj, előtte. Jaj, ne, látsz már meg magad. Így a go over this way, meg that way. Használjuk ezt. Na, jönnek, vagy mennek, vagy mit csinálnak? Vannak. Hányan vannak, te jó ég? Na, 7 mesterlövészből még maradt 4. Ezekre van egy ötletem. Várjunk csak, itt volt valami üveg, azt vegyük már fel. Volt egyáltalán üveg? Csak itt képzelődök. Ezeket robbantjuk akkor fel. Na, 3 maradt a 7 mesterlövészből. Igen, ez így nem jó, hogy egyébként, hogy háttal állok ezeknek a majmoknak. Na, lassan billegballagok. Te srác, na itt volt, igen, ezt akartam felvenni. Nagyon jó lő a gép, úgyhogy nagyon óvatosan kell futkorászni. Nálamnál sokkal jobban, ugye? Kezeli a pisztolyt. Na. Lehet bemenni.
Arra nem lehet elmenni, de azért nézzünk körbe. Ja, hát a kislány végig lovagolt. Ugye ott kell nekünk itt. Ott kell nekünk itt végig kommandózni. Jó, hogy itt hátulról is be lehet őket támadni, jó rendben. Füstbombit azt akkor érdemes, hogyha nagyon nagy a tűz, amivel szembefutunk, vagy pedig olyan orrhangokat adunk itt ki magunkból, hogy a kettő, még kellene, hogy legyen még egy. Ott a balta, a fába, figyeljétek, így belerakták, tényleg jól megcsinálták. Igen, ezek arra futottak át. De hol van ez a másik három? Swap, hát nekem nem kell. Na van. Nézzetek, milyen jól megcsináltak, hogy a vérbe visszatükröződnek a dolgok. Látjátok? Egy-két helyen. Viszont a Uniba megfigyeltem, hogy a tükör az eléggé gáz. Hát honnan tudnátok, hogy itt vagyok? Hát ne szórakozzatok már. Ja igen, ott értem. Ajaj. Akkor csinálunk egy olyan pulit, hogy csinálunk egy ilyet. Ledobjuk a üveget. Van ide. Úgy kell menni. Jaj, hát itt a... Itt a Berci. Nem mondod. A Berci, hát ezzel most akkor mit csináljunk? Mit csinálunk a Bercivel? Szerintetek nyomjuk le egy baltával? Igen, gondoltam. Jó, persze, ne! Csináljátok már, de fuss el. Ezt a szemetet, hát... Ezt úgy lett volna buli, hogy le tudjuk őt folytani. Akkor nyomjunk egy, még egy ilyet. Na, akkor már csak ketten vannak. Hát jelent egy füstbombát, és akkor oda átmegyünk. Ezeket úgysem szoktuk használni. Azt van, hogy én sem látok semmit. És akkor csinálunk egy ilyet, hogy jaj, na nincsen. Nincsen? Én akartam őket átvenni, közben ők vettek át engem. Menjünk be a házba. Ezt nem szerette, ezt a lopakodást. Ez annyira irritáló. Még nem veszem fel az életet. Elkezdünk majd lövöldözni. Jaj, de tutira jó kis sniperes állást találtam itt. Na, ugorjunk. Na, hát itt mi van? Azt hittem, hogy itt van egy izé, egy erkély. Na. Akkor legyen az, hogy vegyük fel azt az életet. Mert itt van egy olyan sejtésem, hogy lesz egy ilyen cutscene. Igen. Hát nagyon durván ugrálok itt a... Igen, mert itt már itt lesznek emberek, az a truckmobil fogok akkor elbújni. Na, hogy tudtam? Eléggé rendesen elbánunk azokat. A kislányosat... Elfejtettem a kislányosat is lefordítani nektek. A lány életben van? Milyen lány? Nem, és nem tudok semmilyen lányról.
focus right here, right here. The focus on my goddamn knee off. The girl. She's alive. Hey, that's the one. His newest pet. Where? In the town. And you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Jó. Go on. A haverjának is ugyanott kell, hogy mutassa a térképen, hogy hol van a kislányom. Előbb egy órán állaltunk vele. Fuck you, man! He told you what you wanted! I ain't telling you shit! Én nem mondok neked semmit. That's alright. I believe him. No, wait! It's alright. Elhiszem neki azt mondta, amit mondott. Na az a tovább, egy másiknek is ugyanoda kellett, hogy mutasson a térképen, ahol ezek vannak. Ajjaj. I warned you. Figyelmeztettelek. I'm infected. Meg vagyok fertőzve. Really? Na, tényleg. So are you. És te is. Right there. Roll up my sleeve. Roll up. Look at it. Nézd meg. Ott a karján, ugye? Oh-oh. What'd you say? Everything happens for a reason, right? Okokozat, ugye? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Hát ez... Ajaj. Na ugye mi megharaptuk őt, ezáltal ő is megfertőződött. Na ugye mi is meg vagyunk fertőződve. Na hát itt a kislányos videót elfelejtettem lefordítani nektek, skacok. Na ne csináljátok. Na akkor lefordítom, vagyis hát elmondom, hogy mi történt. Gyorsban. Ja, hogy itt nekünk futni kell, jó. Na, még itt futkorászunk el. Hát az történt ugye ott, hogy a srác az be akarta kislánynak a nevét tudni, mert mondta, hogy ha nem mondod meg a nevedet, akkor a többiekkel nem tudok beszélni, hogy nem tudlak megvédeni a többiek ellen, hogyha nem működsz együtt velem. És aztán a végén ugye a csajba adta a kulcsot, elmondta a nevét, de megpróbálta ellopni a kulcsot a sráctól. És, ja. Na, nem mondod, egy későn, ajjaj. Egy későnk van megint. De meghagyták az ellenlámpát nekünk. De ez a líder most itt beszívott, mert tényleg most meg van fertőzve. És vágyan, hát ez úgy lenne, én úgy sem, úgy lenne poén, hogyha vele kellene majd küzdeni, mikor ő már egy zombi lenne. Most itt ilyenkor mi van, srácok? Ja, értem. És a kislányt ott meg akarták etetni valami kajával, és mivel látta, hogy darabolnak valakit, ő azt hitte, hogy egy ember húst kell majd, hogy egyen. És ő mondta, hogy kérdezte, hogy ez milyen hús, és mondta neki, hogy ez a, hát ez a szarvas, ugye, amit ők megöltek, annak a húsa. Így beszélgetnek, hogy meg van fertőzve a kislány is. Elszökött. Ki tudunk mászni? Igen, jó. Ezt lehet, hogy egy párszor újra kell majd, hogy kezdjem, mert az a helyzet, hogy nincs fegyverünk, és én ilyen bujkálós folytogatásban nem vagyok jó. Na, ott van valaki. Akkor oda, így. Igen, na gyere.